Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! Szombatkezdési istentiszteletünk elején énekelni fogjuk a 25-ös számú énekünket az atyáink énekeiből. Hirdessétek hangos szóval, hogy Isten a szeretet. Egy pillanat, ha várunk egy néhány másodpercet, akkor a 25-ös az atyáink énekeiből, akkor lesz énekkíséret is. Hirdessétek hangos szóval, hogy Isten a szeretet. Erről szól a föld szépsége, ezt hirdetik az egek. Meghajtjuk térdeinket, és úgy fogunk imádkozni. Köszönjük, hogy a
Azon gondolkoztam, hogy ilyen családias légkörbe tartsuk ezt a péntek esteli istentisztelet, mert hát az aránylag kevesen vagyunk, de a végén Rubent is megkérdezve az volt a javaslat, hogy innen tartsa meg az istentiszteletet, mert hát, ha vannak otthon maradottak, vagy máson, akik az interneten keresztül figyelik a ma esteli istentiszteletet, és akkor így megvan oldva a hangminőségem, onnan nem lehetne hallani. Ma este nincs énekkarunk, és bár általában péntek esténként szokott lenni, mielőtt elindultam otthonról, jött egy ilyen gondolat, hogy keressek egy éneket számotokra, amely az énekart helyettesíti. A keresztényi körökben talán a legismertebb ének az Amazing Grace, a felfoghatatlan kegyelem című ének. Egy csodálatos ének, nagyon sokan ismerjük, különböző feldolgozásai vannak. És az egyik kedvenc feldolgozásra szeretném ez alkalommal bemutatni. Eredetileg ez az ének a skót dudára íródott, és ebben az előadásban is fogunk látni egy betéti szólót, és anélkül az még egy különleges dolog, hogy a római Kolosseumban van a koncert megtartva. Thank you.
újból meghallgatva a zenéket, azon gondolkoztam el, hogyha bűnös földi emberek ilyen szépen tudnak énekelni, akkor milyen lesz azoknak az éneke, akik ott lesznek Isten országában, és az angyalokkal együtt fogjuk énekelni. Akár ezt az éneket is, vagy hasonlót. Jó Isten kegyelme az, hogy itt lehetünk ezen alkalommal. És hálásak lehetünk érte. Délután hallottam, mielőtt eljöttem az imaházba a hírekbe, hogy nem olyan messze tőlünk, Hajdú-Bihar megyében, Magyarországon több ezer ház maradt áram nélkül, pontosan a vihar miatt, a szélvihar miatt. Isten kegyelméből, hál' Istennek, meg vagyunk oltalmazva, meg voltunk a múlt héten is oltalmazva, ugye attól a nagy hóvihartól is, és hálásak lehetünk a jó Istennek. Tisztelem azokat az időseket, akik péntek estén rendszeresen eljönnek az Isten tiszteletekre, és nem sajnálják a fáradtságot, és akár éppenséggel az időnek a viszontagságait most se lehet mondani igazából kellemes időnek, március vége felé, ugye, ilyen idő, és mégis eljöttetek, Isten hozott benneteket erre az Isten tiszteleti alkalomra. Ugyanakkor tisztelem azokat a családosokat, akik a kisgyermekükkel együtt eljöttek ez alkalommal, szintén tiszteletre méltó, és tisztelem azokat a fiatalokat, akik szintén rendszeresen úgymond eljönnek péntek esténként, bár a gyülekezetünk tagjainak nagy részétől, az idősebbektől ilyen tekintetben jó példát nem látnak, és mégis szívügyüknek tartsák azt, hogy eljönjenek ezekre az alkalmakra. Meg szeretnélek kérdezni benneteket, hogy miért jöttetek? Ma este, és miért jöztök holnap este is, és általában az Isten tiszteleti alkalmakra, miért jöztök el? Szeretném, hogyha válaszolnátok. Köszönöm szépen. Egy vélemény. Más valaki, Joli néni? És egymással. Igen, köszönöm. Más indíték? Igen, köszönöm szépen. Egy másik gondolat. Más valaki még? Ibolya? Igen. Az Isten tiszteletnek az egyik formája a szombat ünneplés, hogy szombaton eljövünk a gyülekezetbe. Úgy gondoljátok? Igen. Uh-huh. Fiatalok. Miért jöztök ki ma a házba? Meghallgatni Isten üzenetét számunkra. Igen. Nem azért, mert anyu mondja, vagy apu mondja. Az Isten tiszteletnek az egyik formája az, hogy ténylegesen eljövünk a Jóisten házába, mert tudjuk azt, hogy a Jóisten vár bennünket, igaz? Ezt mondtátok. A kérdés számomra az elmúlt héten az volt, és azzal szeretnék ma este foglalkozni, hogy vajon elég-e az Isten tiszteletnek ez a formája? Hogy eljövünk-e Isten házába. Számtalan Isten tiszteletet, prédikációt, mondjam így, hallottunk azzal kapcsolatosan, hogy mit vár el az Isten az embertől. És az Úr Jézus számtalanszor megfette, mikor itt járt a Földön, különösen a farizeusokat és az írástudókat, a formai vallásosságok miatt. Nem egyszer üzent az Ó Testamentumban a proféták által is, hogy
maga a forma betöltése az nem elegendő Isten tiszteleti forma. Úgyhogy én a mai elmélkedésemnek a hatására, kimenettelére is szkeptikus vagyok, megmondom őszintén. Nem hiszem, hogy az előadott elmélkedésem sok változást fog hozni. Bár úgy lenne, és imádkozok érte, hogy legyen foganatja mindenek előtt saját életemben. Mert hiszem azt, hogy a Jóisten által kedvelt Isten tiszteleti forma, és erről szeretnék beszélni, ez nem más, mint a szolgálat. Nagyon jól ismerjük a 10 parancsolat 4. parancsolatát. Valaki el tudná mondani kívülről? Köszönöm szépen, Irénke. Szóról-szóra elmondtad. Igen, hiszem azt, hogy tudjuk mindnyájan ezt a parancsolatot. Tudjuk azt is, hogy ez a leghosszabb parancsolat, igaz? Mit mond számunkra ez a parancsolat? Általában a parancsolatok úgy vannak, hogy ne tedd. Igaz? Nem szabad ezt, nem szabad azt. Van olyan parancsolat, amely mindössze 2 szóból áll. Ne ölj, ne lop, ne paráználkodj. Igaz? Ez a parancsolat is egy tiltó parancsolat? Úgy gondoljátok? Hát dehogy nem. Egy tiltó parancsolat, mert azt mondja, hogy ne tégy semmit. Igaz? De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon. Se. Te sem. Senki. Tehát mondhatjuk egy tiltó parancsolatnak. De a kérdés az, és számomra az, hogy a Jóisten által rendelt szombatnap megünneplése csak egy tiltó parancsolat? És én hiszem azt, hogy ha belegondolunk, akkor nem csak egy tiltó parancsolat. Mert ugyanakkor ez a parancsolat, ez másról is szól. Például beszél arról, hogy 6 napon át munkálkodjál. Ez nem csak a pihenésnek a parancsolata, hanem éppenséggel a munkának is a parancsolata. Azok, akik 6 nap nem munkálkodnak, hanem mással foglalkoznak, és nagyon sokszor még abba a hibába is eshetnek az emberek, vagy eshetünk akár mink is, hogy amit elmulasztottunk a 7-6 napján megtenni, akkor azt próbáljuk pótolni a 7. napon. Nem Isten előtt kedves dolog, hogyha a 6 napot nem munkával töltsük el. Ugyanakkor ez a parancsolat másra is irányítja a figyelmünket. És pedig fel van sorolva itt, szeretném, hogyha a 10. verset olvasnánk. Azt mondja, semmi dolgot se tégy, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálólányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon bevül van. Ez a parancsolat, ez arról szól, hogy mindenkinek joga van a pihenésre. Mindenkinek joga van arra, hogy szombatot ünnepeljen. És itten nincs úr és nincs szolga. Nincs munkaadó és munkavállaló. Nincs felettes és nincs beosztott. Igaz? Mindnyájan egyforma a szinten vannak. A szülő a gyermekkel, a szolgával, a jövevénnyel, sőt mi több, hogyha megfigyeljük, egy szintre
Most nem azt mondom, hogy mink degradáljuk magunkat le a barom szintjére, az állatok szintjére, hanem maguk az állatok ebben az értelemben fel vannak emelve az ember szintjére, hogy igenis joguk van a pihenéshez. Ugye abban az időben a barom, és itt igavonó állatokról van szó, azokról az állatokról, amely tulajdonképpen az embernek a munkáját segítette, hogy annak is szüksége van a pihenésre. Ma már kevésbé használják ki az emberek az állatoknak az erejét, a munkájuk segítségeképp, sokkal inkább gépeket, technika előre haladtával. A kérdés az, hogy pihentetjük esetleg a gépeket szombatnapon. Legyen a számítógép, vagy éppenséggel mosógép, vagy akármicsoda. Televízió, vagy akármicsoda. Még ennél túl tovább is megy ez a parancsolat, kedves testvéreim. Ez a parancsolat, ez közösség ápoló parancsolat. Mikor azt mondja, hogy se magad, se fiad, se lányod, se szolgál, se szolgáló lányod, se barmod, se jövevénye, senki. Tehát itt egy közös kapcsolatról van szó. Egy olyan dologról van szó, amelyet hétköznap megélsz, és ugyanakkor valahol a szombatban egy más formáját öltöl ennek a kapcsolatnak. A kérdés számomra, amikor ezt olvastam és elgondolkoztam rajta, akkor az, hogy mit teszek annak érdekében, hogy a mellettem lévő emberek jól érezzék magukat szombaton. Mit teszek annak érdekében, hogy a feleségem számára, a gyermekem számára, a gyülekezetben a testvérem számára, aki mellett ülök, a szombat áldásos és békés legyen. Mit teszek ennek érdekében? Mert akkor, amikor fel vannak ezek a kapcsolatok sorolva, nem hiába vannak felsorolva ebben a Biblia versben. Kérdés az, hogy mennyire vagyunk szolgálatkészek. Fiatalok, újból hozzátok intézek egy kérdést. Szerettek énekelni, nem? Itt vagytok az énekarba, szerettek énekelni. Felteszem a kérdést, hogy mikor szombatra készülsz, és úgy gondolod, hogy eljössz a gyülekezetbe, és énekelni fogsz a karban, megfordul-e a fejünkbe az, hogy az énekeitek által másnak a szívét felüdítitek? Megfordul? Így jöztük gyülekezetbe, hogy szeretnék valakinek örömöt okozni az éneklésemmel? Adná jó Isten, hogy így legyen, mert ez lenne az igazi cél. Ez lenne az igazi cél. Persze, az Isten iránti dicsőítés is egy cél lehet. Jövök, mert szeretek énekelni, Isten dicsőítem. Ez az egyik oldala. De azt mondja Isten, ez nem elég. Nem nekem van szükségem a ti szombataitokra, hanem nektek van rá szükségetek. És nagyon jó lenne, ha mindnyájan kivétel nélkül úgy jönnénk gyülekezetbe, kedveseim, hogy szolgálatkészséggel rendelkezünk. Hogy szeretnénk tenni valamit. Van egy álmom, hogy nem tudom, hogy mikor fog megvalósulni, lehet, hogy csak a Jóisten egyszer meg fogja adni, hogy egy olyan gyülekezet legyen a nagyváradi gyülekezetünk, ahol ne legyen probléma a szolgálattevés. Mennyire örülne az a szombatiskola vezető, hogyha oda menne valaki hozzá, és azt mondaná, hogy nézd, testvérem, én felkészültem most a héten a szombatiskolai leckéből, szeretnék egy csoportot átvenni. Gondoljátok, szükség volna erre? Szükség volna rá. Mennyire örülne egy fődiakónus, hogyha volna valaki, aki hozzá menne, és azt mondaná, nézd,
adjál nekem két szemét, akihez a héten el kell menni, mert úgy látod, hogy szükség van rá, mert elmegyek és meglátogatom. Mennyire örülnénk annak, akik a gyülekezeti szolgálatokat szervezzük, hogyha valaki jelentkezne, hogy szeretnék énekelni egyet. Mondanék egy szavalatot. Vagy, lásd, az interneten, a Facebookon számtalan gondolatokat olvashatunk, gyönyörű idézetek vannak. Jönne valaki, találtam egy jó gondolatot. Engedd meg, hogy az Isten tisztelet előtt felolvassa. Elvetnétek egy ilyen szolgálatot? Én nem hiszem, hogy a gyülekezetnek haragudna ért. Az a mentalitás, hogy nem úgy jövünk ebbe a gyülekezetbe, mint fogyasztók, hanem úgy jövünk, mint szolgálattevők, meg fogja változtatni az életünket, testvéreim. És ez lesz az igazi megújulás. A generál konferencia elnöke, mióta megválasztották, Ted Wilson, számtalan megnyilatkozásában erről beszél, hogy a gyülekezetnek, Isten egyházának szüksége van reformra, újjászületésre, megújulásra. Ez a megújulás, ez nem fog létrejönni, ha a szolgálatkészségünk nem fog változni. Én hiszem ezt. És ha ez megtörténik az életünkben, megtörténik a mi gyülekezetünk életében, akkor lesz változás. És itt, hadd említsek meg, egy negatív dolgot is. Igaz, hogy előfordulhat olyan, hogy vannak olyan személyek, akik szeretnének szolgálatot tenni. És mi van akkor, hogyha egy szolgálatot két személy szeretne elvégezni? Megvan bennünk az az előzékenység, hogy átadjuk az illetőnek a szolgálattevést? Vagy nem, hát én... Most én vezettem a kart, most nem te vezeted a kart. Most te prédikálsz, vagy én prédikálok, és nem te prédikálsz. Egy ilyen szolgálattevés Isten előtt nem kedves. Hallottam olyan gyülekezetről, ahol 7 énekkarvezető van. És még sincs probléma, hogy kivezette az énekart, mert annyira előzékenyek, hogy adják át egyik a másikának. Jó volna, hogyha ilyen téren is. Arról meg nem is beszélve, ha szolgálni nem tudok, kedveseim, ha szolgálni nem tudok, vagy nem akarok, akkor legalább vigyázzak arra, hogy ne roncsam el a másiknak a szombatját. Egy kijelentéssel, egy felszólalással, egy gesztussal, bármilyen megnyilvánulással, amivel a másiknak a békéjét, az áldását elveszük. Lehet az viselkedésforma, öltözet, bármi, ami itt ebbe a kategóriába beletartozik. Vigyázzunk arra, hogy a másiknak a szombat ünneplését, Isten tiszteletét ne roncsuk meg. Azt hiszem, hogy nagyon ismerős az Ézsaiás könyve 58. fejezete. Ez nagyon jó lenne, hogyha minden egyes keresztény, mondjam így, hogy a Biblián belül a Bibliának tartaná ezt az Ézsaiás 58. fejezetét. És nagyon jó lenne, hogyha akár kívülről is megtanulnánk, vagy legalábbis a mondani valója állandóan ott legyen a gondolkodásunk módunkban. Szeretném az 58. fejezetből Ézsaiás könyvének, az 58. fejezetéből a 13. és a 14. versét elolvasni. Ez jellegzetes Biblia vers, ismerjük. Azt mondja, ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd keftelésedet szent napon, és a szombatot gyönyörűségesnek hívod, és az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozás sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségévé élj, mert az Úr szája szól.
Nagyon sokszor idézzük ezt a Biblia verset, mint annak bizonyítékára, hogy a Jóisten megáldotta a szombatot, és mit vár el tőlünk szombatnapon. Hogy megszenteljed az dolgaidat, nem tévén, hamis foglalkozást nem találván, hamis beszédet sem szólván. És ha ezt úgy gondoljuk, hogy ha ezt megtartjuk, akkor Isten áldásaként, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, mondja az Úr. Igen, ám csak, hogy van itt egy szó, ami azt mondja, és a szombatot gyönyörűségesnek hívott. Tehát kétszer fordul elő itt ebben a két versben ez a szó, hogy gyönyörűséges. Mit értünk ez alatt? És mire utal itt tulajdonképpen a próféta? Ha az egész fejezetet elolvassuk, és engedjétek meg, nem olyan túl hosszú, érdemes elolvasni a fejezetet, mert ezt a Biblia verset csak akkor fogjuk igazán megérteni, hogyha a szövegkörnyezetből nem ragadjuk ki, hanem annak értelmében fogjuk ezt értelmezni. Kiálts teljes torokkal, ne kímjöd, mint trombita emelt fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákob házának vétkeit, holott ők engem minden nap keresnek, és tudni kívánják utaimat, mint oly nép, amely igazságot cselekedett, és Istene törvényét el nem hagyta. Kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kívánják, mert böjtölünk, és te nem nézed. Gyötörjük lelkünket, és te nem tudod. Imé böjtöléstek napján ketteléseteket űzitek, s minden ropotosaitokat szorongatjátok. Imé perrel és versengéssel böjtöttök, és sújtottok a gazságnak öklével, nem úgy böjtöltök mostan, hogy meghallgassék szavatok a magasságban. Hát ilyen a böjt, amelyet én kedvelek, és olyan a nap, amelyen az ember lelkét gyötti. Avagy ha, mint káka lehajtja fejét, és zsákot, és havat terít maga elé, ezt nevezeti böjtnek, és az Úr előtt kedves napnak? Hát nem az igazi böjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát szétépjetek? Nem-e azért, hogy az éhezőknek megszedd kenyeredet, és a szegény bújdosókat házadba bevigyed, ha mesztelent látsz, felruházad, és a tested előtt el ne rejtsed magad? Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja, íme itt vagyok, ha elvetetted közüled az igát, és megszűnsz újjal mutogatni és hamisságot beszélni, ha odaadod az utolsó falatodat az éhezőknek, és az elepet lelküt megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a forrásvíz, amelynek vize el nem fogy. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztette romlás építőinek, ösvények megújítájának, hogy ott lakhassanak. És itt jön a másik két Biblia vers, amit az elején olvastam el, ha megtartóztatom szombatnapod a nábadat. Azt hiszem, hogy ebből a fejezetből kimagaslik, hogy mit vár el Isten az ő népétől. Egyáltalán nem azt, hogy szombaton ne dolgozz. Ez a minimum, amit elvárhat Isten. És sokkal több hangsúly van arra fektetve, hogy hogyan viszonyuljál az embertársait. Figyeljétek meg, azt olvastuk a második és a harmadik versben, hogy
holott ők engem minden nap keresnek, és tudni kívánják utaimat, mint olyan nép, amely igazságot cselekedett, és Isten törvényét el nem hagyta, kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kívánják. A második vers, bocsánat. Sőt, a harmadik vers első része is, bőjtölünk, és te nem nézed, gyötörjük lelkünket, és te nem tudod, mondják ők. Tehát figyeljük meg, hogy mit tesz Izrael népe. Keresik az Urat, keresik az Isten tiszteleti formákat, tudni kívánják az Úrnak az útjait, kérik az igazságnak ítéleteit, és azt mondja, az Istennek elközelgését kívánják. Várják az Úr Jézus második eljövetelét, mondhatnám ilyen adventista kifejezéssel. Kutassuk az írásokat. Ezt tették a zsidók is. Csak hogy mit mond a proféta? Hogyan keresitek ti Istent? Milyen formákat öltöttök ti az Isten tiszteleti formátokon? És ugye leírja az ő böjtölésüket, és utána pedig leírja, hogy mi az igazi böjt. Mit vár el Isten az embertől? Isten előtt a legkedvesebb Isten tiszteleti forma nem más, mint a szolgálat. A többi, a szombatünneplésnek, vagy bármilyen áldozat, ugye az ő áldozati rendszerükben nagyon sokféle és fajta Isten tiszteleti mód volt. De ha a forma szintén marad, semmit nem. Ha igazán változást akarunk, és nagyon sokszor elhangzott akár erről a szószékről is, és egyéneknek a szájából is hallottam nem egyszer, akik az igazság mellett kardoskodnak, és azt mondják, hogy el kell jönni annak az időnek, hogy megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakad, és neveztette romlás építőinek, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Idézik ezt a szöveget arra utalva, hogy a régi dolgok, amelyek voltak, azok jó voltak, és azokat a dolgokat kell most is gyakorolni. Ha megfigyeljük az szöveg összefüggésben, a romlás építője az nem lesz más, csak ha szolgálatkész emberek lesznek. És ha szolgálatkész embereknek nem kell igazából megmondani, mert Isten szent lelke vezeti őket, hogy mit tegyenek, és mikor, és hogyan. Egy szolgálatkész ember olyan ötletekkel jöhet elő, amelyek lehet, hogy megdöbbentenek. Ma reggel hallottam a rádióba, szoktam hallgatni a Bocsát Speranzei rádiót, és reggelenként van egy ilyen fél óra, amikor énekeket lehet küldeni XY-nak, szeretünknek, születésnapja, névnapja, vagy bátorításként, vagy valahogy. És jöttek a telefonálók, és kértek egy-egy énekszámot, és mondták, hogy a fiamnak, aki Spanyolországban van, az édesanyámnak szeretném, mert nagyon szerettem. Ténylegesen olyan szép üzenetek voltak. És volt egy ember, a hangjáról ítélve nem lehetett túl idős fiatal ember, ne gondolom én, és azt mondta, senki konkrétnak nem szeretem üzenni, hanem mindazok, akik egy megpróbáltatást élnek most meg, egy éneket, hogy bátorításul szolgáljon nekik. Gondoljátok, hogy ez szolgálat volt? Azért mondom, azok az emberek, akik szolgálatkész emberek, olyan ötleteik lehetnek, belegondoltam magamat, annak a személynek, és csak majd az Újföldön tudjuk esetleg meg, hogy hányan voltak, akik hallották ezt, és anélkül, hogy ismerte volna, van valaki, aki gondol rám, és fontos számára az én lelki békém és az én lelki kiegyensúlyozottságom, hogy ezt az éneket küldte számomra. Bizonyára előfordult velünk, hogy jót tettünk másokkal. Mit gondoltok?
vagy hogy éreztétek magatokat? Öröm töltötte el szíveteket, mikor sikerült jót tenni másnak? Van az a csúnya közmondás, hogy a legszebb öröm a kár öröm, de nem igaz. Mások. A legszebb öröm az a gyönyörűség, amiről itten beszél. Hogy gyönyörűségesnek hívod a szombatot. Miért hívod gyönyörűségesnek hívod a szombatot? Azért, mert eljöttem, leültem, és hát gyönyörű szép prédikációt hallottam. Azért, mert énekszolgálatok voltak, szavalatok voltak. Ez gyönyörűséges, ez a szombat? Azt mondja, gyönyörűségesnek hívod. Te hívod annak gyönyörűségesnek. Nem azért, mert fogyasztó vagy, hanem azért gyönyörűséges, mert tudtál adni valamit, és az az öröm eltöltötte a szívedet. Mikor igazán örülni akarsz, akkor adj, és mikor meglátod annak az eredményét, hogy adtál, és a másik hogyan örvend neki, hogy milyen eredménye van a szolgálatodnak, annál nagyobb öröm, kedves testvéreim, nincsen a Földön. Kérdés az, hogy hogyan viszonyulunk ehhez, és hogyan él bennünk a szolgálatnak a lelkület. Szokott jönni hozzánk egy édesanyja, sok gyermekes édesanyja, és úgy egy héten többször is eljön, és kéreget. Nem nagyon van mit egyenek, és szoktunk neki adni. És úgy szombaton is jött. És mikor megebédeltük, megettük a különleges, finom ebédet. Hát egy édesanyának, ugye egy feleségnek az is kötelessége, hogy a szombatot szépé és szolgálatkészségéből fakadóan szebbé varázsolja, hogy finom dolgokat főz, nem? Így szoktátok ti is. De ezzel nincs, nehogy azt higgyétek, testvérnők, hogy ezzel megoldottátok a szombati szolgálatnak a problémáját, mert oda-haza finomat főztök. Tehát megesszük a finom ebédet, ugye, és utána jól esik a déli pihenés, ahhoz, hogy délután megint tudjunk jönni gyülekezetbe, tudjunk frissek lenni, odafigyelni. Csengetnek, jön a koldus néni. Előfordult egyszer, előfordult még egyszer, aztán bosszantó volt, hogy minden szombat délbe, mert déli pihenésemet megzavar, és mondom, szólok neki, hogy csinálja már úgy, hogy ne szombat délbe jöjjön már máskor csak. És egyik alkalommal úgy, mikor miután szóltunk neki, hogy elgondolkoztam rajta, hogy pont szombaton, amikor a Jóisten pont szombaton várná el tőlem, hogy a legnagyobb szolgálatkészsége legyen mások irányába, én akkor mondom, hogy az én kényelmet nehogy már megzavarja valaki. Mennyire vagyunk szolgálatkészek? Bergenyében voltunk a múlt héten, és ez alkalommal szeretném átadni azoknak, akik itt vagytok, a bergenyei gyülekezet szeretetteljes üdvözletét. És ott hallottam egy nagyon felemelő dologról. Kisebb a gyülekezet, kisebb a létszám, sokkal kisebb, mint itt. És van egy központ, ahol minden nap, ilyen szegények konyhája, mondhatom így, minden nap 50 személy jelenik meg, 50 körül személy jelenik meg táplálékért. És nem csak ez a gyülekezet, hanem a marosvásárhelyi környéki gyülekezetek, néhányan összefogtak, és hétről hétre vállalják a szolgálatot, mindig egy-egy időperióduson bevül kerül rájuk egy gyülekezetre a sor, hogy egy héten keresztül minden áldott nap 50 személyre főznek. Minden nap. Meg van határozva a nap, hogy hétfőn X testvérnőnél, kedden másik testvérnőnél, szerdán a másik testvérnőnél, és akik tudnak, meg van mondva, hogy hétfőn ezt főzzük, és ki mivel tud, azzal járul hozzá. Nem terhelik vele a gyülekezetet,
teljes önkéntesen különálló pénzalap, vagy azzal, ami egy tojás, két tojás, ami van, azzal járul hozzá, és végzik most már, azt hiszem, hogy az ősz eleje óta, és fogják végezni ezt a szolgálatot. Kedves testvéreim, lehet, hogy nagy dolognak tűnik. Az is. Aláírom, az is. Nem lehet mindenki a kalkutai Teréz anya. Vagy ha a kortársat említenék, a dévai Böjte Csaba. Nem lehetünk mindnyájan ilyen emberek. De a szolgálatkészség, az meg kell látszódjon mindannyiunkban. Ha nem, lehet, hogy keményen mondom, kedves testvéreim, de lehet, hogy fölösleges ideánk. Tiszta szívemből kívánom azt magamnak, hogy erősödjön bennem a szolgálatkészség, bátorítlak erre benneteket is, hogy a Jóisten tudjon felhasználni, adjon ötleteket, adjon gondolatot. Képességeink vannak, csak fel kell fedezzük őket, hogy az Isten szolgálatába állítva a mi életünk megváltozunk, és ezáltal a közösségünk élete is változunk. Ötvá, 570-es számú éneket fogjuk el énekelni. Hálásak vagyunk te néked, jó Istenünk, kegyelmedért, de különösképpen hálásak vagyunk te néked hosszú tűrésedért, amelyet tapasztalunk a mi életünkben. Köszönjük te néked, hogy bűnös, gyarló, hanyag keresztény életünk dacára, te még mindig szeretsz bennünket. Köszönjük te néked az intéseket, köszönjük te néked a figyelmeztetéseket, köszönjük te néked az élethelyzeteket, a próbákat, köszönjük